Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha 14 napig nem eszünk cukrot, vagy ha nagy mértékben csökkentjük a napi cukorbevitelünket. Szeretettel köszöntök mindenkit! Cukor alatt nem csak a kristálycukrot értem, hanem minden olyan egyéb tápanyagot, amely a szervezetünkben az emésztés során cukorrá alakul. Cukor például a keményítő is, ami a gabonákban, a burgonyában, a rizsben, a kukoricában és a babfélékben található meg jelentősebb mennyiségben. Ezek a videóban tárgyalt pozitív változások akkor is jelentkeznek, ha böjtölünk, időszakos böjtölünk, vagy ha csak egyszerűen a jelenlegi napi cukorbevitelünket nagy mértékben csökkentjük. Az első hatás, hogy megszűnik a cukor iránti vágyunk, nem kívánjuk már a cukrot, vagy kevésbé kívánjuk. A cukor függőséget okoz, minél többet fogyasztunk belőle, annál inkább kívánjuk újra és újra elfogyasztani. Kevésbé leszünk éhesek 2 hét után. Ugye a cukorról mindenki azt gondolja, hogy csökkenti az éhségérzetet, pedig valójában az elfogyasztott cukor az, ami a folyamatos éhségérzetünket táplálja, okozza. Ha jelentősen csökkentjük vagy elhagyjuk a cukrot 2 hétre, megtapasztalhatjuk, hogy kevesebb elfogyasztott ételtől sokkal több energiánk lesz, és látni fogjuk, hogy valójában a cukor miatt tettünk gyakran és sokat korábban. Mindez azért van, mert normalizálódik a vércukorszintünk, nem lesznek nagy cukorkilengések, amelyek az éhségérzetért nagyban felelősek. A sejtjeink végre rendesen megkapják a vitaminokat és az ásványi anyagokat. A cukor nagy mennyiségben alapvetően mérgező számunkra. Így az inzulin többsége nagyrészt azért termelődik, hogy alacsonyan legyen tartva a cukor szintje a vérben, mert ugye toxikus, mérgező. Ugye folyamatosan éveken át magas a cukorszintünk, kialakul az inzulin rezisztencia, azaz a sejtek ellenállnak az inzulinnak, ami azt eredményezi, hogy a sejtek nem kapják meg a megfelelő mennyiségben a számukra fontos vitaminokat és ásványi anyagokat. Romlik például a magnézium, a kálium, a kalcium, a D-vitamin és a B1 vitaminnak a hasznosulása. 2 hét után jelentősen csökken az inzulinrezisztenciánk, így a sejtek végre újra hozzájutnak a tápanyagokhoz, ami nagyon sokféle betegség esetén jelenthet pozitív változást. Rengeteg energiához jutunk, és megszűnik az étkezés utáni fáradékonyság. A rendszeres cukorfogyasztás lefárasztja az agyat, későbbi fázisban ugye gyakran alakul ki agyi köd. Azzal, hogy drámaian csökkentjük a cukorbevitelünket, az agysejtek is hozzájuthatnak a tápanyagokhoz, ezáltal jobban tudunk majd koncentrálni, jobb lesz a memóriánk, és tisztában látjuk a körülöttünk zajló eseményeket. A testünk megszabadul a felesleges víztől, majd későbbi fázisban a zsírtól. 1 g szénhidrát kb. 3 g vizet köt meg a szervezetünkben, tehát a felesleges víz a sok cukor miatt van. Azzal, hogy nagyban csökkentjük a cukorbevitelt, a sok felesleges víz távozhat, és azt is tapasztalni fogjuk, hogy kevesebb vízre lesz szükségünk, nem leszünk annyira szomjasak. Miután távozik a víz, a lerakódott zsír mennyisége is csökkenhet. Mindaddig, amíg fogyasztunk cukrot, így magas az inzulin szintünk, a szervezetünk nem tud érdemben zsírt égetni, tehát nem tudunk érdemben így igazából fogyni. A bőr állapot is javul, kevesebb lesz a pattanás, tisztább lesz a bőr, kevésbé lesz száraz, mérséklődik az esetleges bőrgyulladás, és a narancsbőr is kezd megszűnni. Hölgyeknél a pattanások kialakulásáért a magas inzulin szint miatt megnövekvő androgén hormonok mennyisége a felelős elsősorban. Javul a hangulatunk, sokkal jobb lesz a kedvünk, jobban tudunk összpontosítani. A kevesebb cukortól sokkal boldogabbak és nyugodtabbak leszünk. Jobban bírjuk a stresszt, mérséklődik az esetleges depresszió és a szorongás is. A kevesebb cukor hatására kevesebb lesz a gyulladás a szervezetben, mérséklődnek ugye a gyulladások az erekfalán, normalizálódik a koleszterin, nő az erek rugalmassága, ami a szív- és érrendszeri betegségek esetén jelent ugye nagy segítséget, illetve mivel a sok cukor nagyon károsítja a veséket, a veséink állapotában is javulást tapasztalhatunk. A májban is mérséklődnek a gyulladások, így a felhalmozódott májzsír mennyisége is
elkezd csökkenni, ezáltal fokozatosan hatékonyabbá válik a máj működése, ami több tucat betegség esetén jelenthet ugye javuló állapotot. Kevesebbet fogunk kijárkálni éjjel a WC-re. Ugye ahová a cukor megy a szervezetünkben, oda a víznek is mennie kell. A gyakori éjszakai felébredések és WC-re kijárások oka az inzulinrezisztencia, túl sok cukor jelenléte a szervezetünkben. És végül a szemeink ugye nagyon érzékenyek a sok cukorra, így rövid időn belül javulást tapasztalhatunk a látásunkban, főként a homályos látás szűnik meg. Azt fogjuk tapasztalni, hogy élesebb és tisztább a látásunk. Ha erős cukorfüggőségünk van, érdemes néhány tápanyagot tudatosan pótolni ebben a két hétben. A legfontosabbak a B-vitaminok, a kálium és a magnézium. A B-vitaminokat én sörélesztő pehelyel pótolom, a káliumot és a magnéziumot a zöldségek mellett elektronik italborral. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!